Családi napot rendeztek a 60-i gesztenyéskert óvodában. A rendhagyó eseményre meghívták a szülőket is, hogy közösen töltsenek el egy napot a gyerekekkel és az intézmény dolgozóival. Mozdulj rá gesztenyés címre keresztelték a családi napot, játékos programokkal készültek a családoknak. A mai napon a hozzánk járó gyerekek mindannyian itt vannak ezen a rendezvényen, és a családjaik is. Nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy az egészség nagyon fontos, mi is ezt így gondoljuk, és ezért szerveztük először ezt a családi napot, és ebből majd szeretnénk egy hagyományt teremteni, hogy minden évben, ilyenkor az év záró bulink, az a nyári családi nap lenne. Futóversenyen is bizonyíthattak a családok, a gyerekek és szüleik is indulhattak az új 60 területén lebonyolított futáson. Emellett akadályversenyt is rendeztek. Itt talicskába ültették a gyerekeket, szüleikkel közösen kellett teljesíteniük a feladatokat. A célbaérést követően pedig még pár kvízkérdése is felelniük kellett. Hogy az elégetett kalóriákat pótolni tudják, minden csoportnak külön bográcsban főztek. Igazából én a Maci csoportnak és a Holdacska csoportnak az SMK-sa vagyok, és úgy gondoltunk, hogy olyan ételt kell készítenünk, amit ugye mindkét korosztály meg tud enni, tehát felnőtt gyerek egyaránt, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen kis lecsós alapon készülő paprikás krumpli virslivel, mert ugye, hogyha a gyerekek nem is eszik meg ugye a burgonyát, de viszont a virslit azt úgy magába ugye meg tudják enni, meg mártogatni is lehet, úgyhogy reméljük jó étvágyjal fogják fogyasztani. A családi nap élménydúsan telt, még egy rendőrautót is megtekinthettek a gyerekek. Kipróbálhatták a szirénát, és felpróbálhatták a sisakot is. Szilágyi Róbert több mindent is kipróbált ezen a programon. Tusztáztam, ezt rajtam a rendőrautóba, ezt még néztettem a futóversenyen. Forgó Anna is szüleivel vett részt a családi napon. A legtöbb programból kivette a részét, az FC 60 edzésén is bemutatta tudását. Elmentem ide, volt ilyen foci bemutató. A szülőknek megmutattuk, hogy Tomi bácsival mit csináltunk, amikor volt hétfőnként foci. Elmegyek fél háromkor a mazsisok előadására, megnézem a tékvandósokat, meg beültem egy rendőrautóba. Még nem ültem bele, de fölpróbáltam pár dolgot. A bilincset próbáltam föl, egy mellényt és egy botot. A felnőttek is nagyon élvezték a napot. Anna anyukája elmondta, nagyon jó kezdeményezésnek tartja ezt a programot. Szerintem ezt minden évben meg kéne csinálni. Annyira jó, hogy együtt vagyunk, a család is, és mindenki élvezi azt, hogy együtt játszhatunk. Nagyon sok jó program van, van futóverseny, például a fiam indulhatott a felnőttekkel is, van főzőverseny, tehát a nap végét azzal zárjuk, hogy nagyon jót fogunk enni. Tehát szerintem fenomenális. Programokból nem volt hiány, volt kutyás bemutató, fellépett az Alma Együttes, emellett kézműves foglalkozás keretében szebbnél szebb műveket alkothattak a gyerekek a gesztenyéskert óvoda családi napján.